Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves barátaim! Tisztelettel és nagybecsüléssel köszöntök mindenkit a közmunkás szakszervezet nevében. Május 1-én a munka ünnepén. És köszöntöm az ország több településén ünneplő barátainkat, köztük a Békés megyei jelenkőség rendezvényét. Május hónapját eleinte, mint a természet megújulását ünnepelték. Vidéken és mi településünkön is valamikor ekkor hajtották ki az állatokat a nyári legelőre. De szép hagyomány a május kosár, a májusfa állítása, mely színes szallagokkal nagy megbecsülést jelentett és jelent a lányoknak, majd ma is. És a hagyomány szerint május 1-én volt célszerű belevágni nagyobb vállalkozásokba, melyek így sikeressé váltak. Mára már ez az utóbbi hagyomány kihalt. De azt is tudjuk, hogy a munka ünnepének eredete is, mint oly sok ünnepünk, véres eseményekhez nyúlik vissza. A 19. század elején a munkások napi 10-16 órát dolgoztak. A szakszervezetek a munkaidő csökkentéséért harcoltak ekkor, vagyis a 8 órás munkaidőért. E tekintetben hát nem sokat javult a helyzet. A harc ma ott tart, hogy nagyon sok településen már nincsenek állatok. Nincs mit kihajtani a legelőre. Vagy nincs legelő, ha vannak is állatok. Ma ott tartunk, hogy csak keveseknek van munkahelye. A 8 órás munkaszerződése a közfoglalkoztatásban. A többségüknek csak 8 órás munkaszerződésük van, ez is csak 2 hónapra egy évben, ébérért. Ma ott tartunk, hogy a munkanélküliségi ráta 11,8%. Ma ott tartunk, hogy a foglalkoztatottak 10%-a közmunkás Magyarországon. 360 ezer ember. Soha nem hittünk a beígért 1 millió munkahelybe, de ezt nem gondoltuk volna. Mint hogy az sem, hogy 500 ezer honfitársunknak kellett elhagyni a hazánkat a megélhetés reményében. Ma ott tartunk, hogy a gazdag gazdagabb, a szegény pedig szegényebb. Pedig 2012 az elrugaszkodás éve volt, és mégsem emelte fel az átlag magyar családok életszínvonalát. Az Orbán kormány folyton szabadságharcot vív. De ki ellen harcol? Hiszen ők vannak többségben az önkormányzatokban, a járásokban, a megyékben, a parlamentben, ahol a képviselői kontroll nélkül mindent megszavaznak, de még Brüsszelben is, az Unió parlamentjében is ők adják a többséget. Ez a szabadságharc csak egyeseknek hozott gazdagságot, míg másoknak csak kimerítő harcot a mindennapok során, hogy túléljék a napokat, a heteket, hogy jusson élelemre a sárga csekk adójára. Ezt hozta a szabadságharc. Ebben a harcban a kormánynak a taktikája, hogy mást mond, és mást cselekszik. Nemzetről, felemelkedésről beszél. Valójában pedig elkeseredettség és kiábrándultsága jellemző. Valamennyien láthatjuk és tapasztalhatjuk, hogy a szociális helyzet lényegesen keményebb lett. Az alapvető szolgáltatások sérültek, olyan, mint az egészségügy, az oktatás, a helyi önkormányzatok, de a közlekedés, az utak állapota is. És az emberek sokasága fél. Félnek az elbocsájtásoktól, és inkább tűrnek, mint sem további gondokat okozzanak családjuk számára. Nagy a kilátástalanság, a bizonytalanság. És ebben élni nem csak rossz, hanem megalázó is. Mert a visszamenőlegesen hozott törvények, az alaptörvénymódosítások, a 300 forint feletti euró, a fiatalok rögtözkötése, a béremelések, melyek sokszor bércsökkentést jelentenek, a pénztelenség, amely azt eredményezi, hogy 4 millió ember él szegénységbe,
másfél millió ember él mélyszegénységben, 500 ezer gyerek pedig nem táplálkozik kielégítően, 100 ezrek pedig nem tudják kifizetni a gyógyszerköltségeiket. A munkatörvénykönyve pedig már nem a dolgozót védi. És még sorolhatnám azokat a gondokat, melyeket szégyenfoltként hordoz magán Magyarország. Tisztelt ünneplő közönség, kedves barátaim! Van dolga ebben a szabadságharcban a szakszervezetünknek. Követeléseink jogosak és igazságosak. Tisztességes béreket követelünk, hogy ki tudják fizetni az emberek a rezsiköltségeiket, hogy jusson élelemre, jusson gyógyszerre és gyermekeink tanítatására. Hogy minden családból legalább egy ember folyamatosan dolgozhasson. És hogy olyan pályázatokat kell kiírni az önkormányzatok számára, hogy a pályakezdő fiatalok is 4 hónap után felvehetők legyenek, ha nem tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon, az elsődleges munkaerőpiacon. És az egyenlő bánásmódot követelünk a szabadság tekintetében is. És igazságos teherviselést. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nem hagyhatjuk abba a küzdelmet, míg el nem érjük a céljainkat, hogy egy kicsi, de szép hazánkban, békében, szabadságban, félelem nélkül tisztességbe tudjuk felnevelni gyermekeinket. Nem hagyhatjuk, de nem is engedhetjük elvenni azokat a jogainkat sem, melyeket évszázadokon keresztül kivívtak maguknak az őseink, olykor véres küzdelmek által. Kedves barátaim, végezetül pedig azt kívánom, hogy valamennyinknek, az egész Magyarországnak, hogy minél előbb legyen egy olyan május elsőjén, egy olyan május elsőjét ünnepelhessünk, amikor valóban vannak munkahelyek az országban, és munkája az embereknek, és tisztességes bérük. Munkát, kenyeret